Szeretném önöknek bemutatni Csendes József urat, és a Diadaluti Általános Iskola tanévzáró ünnepélye után az igazgatói szobában ülünk. Éppen most érkezett vissza a kórházból. Másodikos kislánya, iskolánk diákja, Csendes Andrea került válságos helyzetbe. Kérem, beszéljen róla. Jó napot, Csendes József vagyok. Csendes Andrea édesapja. Egy hétfői nap elvittük az orvoshoz, házi orvoshoz, és beutalták a kórházba, és az emelen kiderült, hogy agydaganata van, ami váratlanul jött. És nem műthető? Nem műthető. És kemoterápiával? Kemoterápiával. Kezelik. Miben kérjük az ismerősök, barátok és együttérzők segítségét? Hát elsősorban a steril szobát kell csinálni neki. És hát már a szomszéd segített kis kartonba. Ezt kérnék segítséget. Milyen körülmények között kezdenek hozzá ennek a sterilszobának a kialakításához? Mint mondtam már, a szomszédunk segített gipszkartonból, amit már el is kezdtem az átalakítást. Most élettársammal és családjával élünk ebbe az albérletbe. Hányan? 12-en lakunk. Ebből 3 kiskorúk. Ők Andi testvérei. Féltestvérei. Ön egyedül nevelte a kislányt, igen? Most a testvére. Már úgy az életesem. Egyedül neveltem a kislányt. Kérek mindenkit erre a bankszámon számol, amit megadtunk, arra minden segítséget vár. Köszönöm szépen.